24. perc. Leoni élesen középre. Nagyon jól, és most már van gól is. Eddig csak ez hiányzott a mérkőzésből, és most már van találat. A Kisvárda szerzi a mérkőzés első gólját. Az előre húzódó belső védő Cirkovics fejjel eredményes. Hiába van ott 6 MTK védő, borzasztó rosszul helyezkedtek, mert hogy mind a két belső védő a vendégek részéről teljesen üresen 5-6 méterre a hazai kaputól.